Emlékeznek, hogy volt egyszer egy magyar adás a tévében. Ám a zsarnok keze letörölt bennünket a képernyőről. De most újra van, és ezután lesz. Köszönjük, hogy eljöttek közösen ünnepelni velünk, hiszen ahogy a felhívásunkban is elhangzott, a kolozsvári magyar adás mindannyiunké. Ezért is akarunk együtt ünnepelni önökkel. 1990. januárjában sugározták az első magyar nyelvű tévéműsort Kolozsvárról. Azóta folyamatosan azért dolgozunk, hogy olyan tartalmakat tudjunk önöknek szolgáltatni, amelyek megfelelnek a ma elvárásainak. Felkérjük Pákai Enikőt, a kisebbségi szerkesztőség főszerkesztőjét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek együtt ünnepelni velünk. 25 éves a Kolozsvári Területi Televíziós Stúdió magyar nyelvű műsora. 25 éves a kolozsvári magyar adás. Azzal kezdeném, hogy büszke vagyok, hogy a kolozsvári magyar adást szerkesztő csapatnak a tagja lehetek. És nagyon megtisztelő számomra, hogy ma este a szerkesztőséget és az adásokat képviselem itt. El kell mondanom, hogy létrejöttéből kifolyólag olyan sajátosságokkal rendelkezik a szerkesztőségünk, amelyek köteleznek bennünket. A felelősség, amely ránk hárul, nagyon nagy, és arra bíztatnak bennünket, hogy felemelt fővel tekintsünk a jövő felé. A szerkesztőségünk, akárcsak a Kolozsvári Területi Televíziós Stúdió egy olyan pillanatban jött létre, és olyan kontextusban, amikor megnyíltak előttünk a lehetőségek, amikor utat kapott a szabad beszéd és a szabad gondolkodás. Az 1989-es rendszerváltás első napjaira gondolok, és hogyha már itt tartunk, akkor ma december 17-e van, és gondoljunk arra, hogy 26 évvel ezelőtt mi történt itt az országban, és hogy abból kifolyólag hogyan változott meg az életünk az abból adódó lehetőségek folytán. Nos, azokban a napokban gyűlt össze néhány ember itt Kolozsváron, akik saját indítatásra eldöntötték, hogy újraindítják a kolozsvári rádiót, és azzal egy időben létrehoznak egy televíziós stúdiót is. Itt Kolozsváron, Erdély szívében. Egy olyan közszolgálati stúdiót, amely az erdélyi közösségeket szolgálja. A kezdeményezők között volt Csép Sándor is, a főszerkesztő, a szerkesztőség alapító főszerkesztőnk. Az az ember, aki ma már nincs közöttünk, de akinek a szellemiségét mi szeretnénk tovább éltetni. Sokan vagyunk, akik tőle tanultuk a szakmát, de a szakma mellett az emberséget, a tartást, a kiállást, a kitartást, és azt, hogy hittel végezzük a munkánkat. És hogyha a szakmai tudásról beszélek, akkor feltétlenül meg kell említenem Imecs Márton operatőrünk nevét is, hiszen a kezdetektől dolgozott Csép Sándorral, és utána még hosszú éveken keresztül a szerkesztőségünkkel. A szerkesztőség nevében köszönöm mindazoknak, akik az évek során vezetői voltak a szerkesztőségünknek, irányították a munkánkat. És akkor itt Csép Sándor mellett meg kell említenem Somai Ferencet, aki már szintén nincs közöttünk, Bódis Andrást, aki viszont itt van a teremben, és nagy örömünkre szolgált, hogy most Magyarországról eljött erre az ünnepségre. És a sort Bardot Sándorral és Orbán Sebesi Katalinnal folytatom. Szeretném egyben megköszönni mindazoknak, akik a 25 év alatt a szerkesztőségünkben dolgoztak, külső vagy belső munkatársként, akik szakmai tanácsukkal segítették a munkánkat, vagy akik az adásokban való részvétellel tették ezt. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik döntési pozícióban lévén tudták
védeni, fejleszteni a szerkesztőséget, és mindig kiálltak mellettünk az évek során. És itt gondolok elsősorban a Román Televízió Társaság vezető tanácsának a tagjaira. Azt hiszem, hogy a legnagyobb hálával mégis a nézők felé fordulunk, önök felé, akik most is itt vannak, és köszönjük önöknek, hogy kitartottak mellettünk a hosszú évek során, jó időkben és rossz időkben egyaránt. Most rossz időket élünk a közszolgálati televízióban, de ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy ünnepeljünk ma este, mert van, amit felmutatnunk, és amint említettem, olyan múlttal rendelkezünk, amely kötelez bennünket arra is, hogy bizakodva nézzünk a jövő felé. Én azzal a gondolattal zárnám hozzászólásomat, amely tulajdonképpen a mostani rendezvényünknek a jelmondatává vált. Ne feledjék, a kolozsvári magyar adás mindannyiunké. Köszönöm szépen. A kisebbségek és a román többség közötti párbeszéd folyamatos javítása, egymás elfogadása, kultúránk megismerése mindig fontos volt, és fontos is maradt közönségünk mindennapjaiban. Tegnap ugyanezen a helyszínen német, zsidó, ukrán és roma kollégáink ünnepeltek. Számukra is fontos, hogy évek óta saját nyelvükön elkészített tévés műsorban szólíthatják meg közösségük tagjait. A romániai kisebbségek és a többség közötti párbeszéd mindig fontos volt a kolozsvári magyar adás műsorpolitikája szempontjából is. Következik Somai Gyöngyi az Etnikum közi kapcsolatok hivatala részéről. Az 1992. december 18-án az Egyesült Nemzetek Szövetsége elfogadta az első olyan nemzetközi dokumentumot, amely garantálja a kisebbségek jogainak védelmét. Románia más államokkal együtt felismerte ennek a nyilatkozatnak a fontosságát, és úgy határozott, hogy december 18-a legyen a Romániában élő nemzeti kisebbségek ünnepe. Szükség van egy ilyen ünnepre, hiszen az itt élő nemzeti kisebbségek hagyományai, szokásai, anyanyelve, kulturális értékei olyan felbecsülhetetlen kincsek, amelyek megérdemlik, hogy megismerjük és elismerjük őket, mint ami összeköt és színesebbé tesz. A jelenkori Európában és Romániában is a multikulturalizmus a létező valóság, amelyből kiindulva el kell fogadnunk, mint tényt, a pluralizmust, a kulturális sokszínűséget, minden kisebbség kulturális identitását. A kisebbségek közötti megismerés és megértés erősítése, valamint a hatékony és szoros együttműködés a kisebbség és a többség között vezetnek a nemzeti, nyelvi és kulturális identitás széles körű megismertetéséhez és megőrzéséhez. A kisebbségek közötti szoros összetartás, valamint a kisebbség és többség közötti egyetértés nélkül az itt élő kisebbségben lévő népeknek csak a nehéz sors, míg a többségi nemzetnek csak a veszteség jutna. Az Etnikum közi kapcsolatok hivatala különös hangsúlyt fektet az értékek kölcsönös megismerésére, az itt létező kultúrák közötti nyitott párbeszédre és együttműködésre. Mint hogy a Nemzeti Kisebbségek Napja közel van a téli ünnepekhez, engedjék meg, hogy ezúton kívánjak kellemes ünnepeket és boldog új évet a Romániában élő összes nemzeti kisebbségnek, akik révén gazdagabb és színesebb országunk. Köszönöm. Megkérjük Hegedűs Csillát, az RMDSZ ügyvezető alelnökét, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Szép estét kívánunk, hölgyeim és uraim! Amikor Kelemen Hunor szövetségi elnök azt mondta nekem, hogy ő sajnos nem tud itt lenni ma este, és nem tud személyesen gratulálni a 25 éves kolozsvári magyar adáshoz, akkor azt hittem, hogy nagyon-nagyon könnyű dolgom lesz, hisz a szerkesztőségnek jóformán minden tagját ismerem, egyesek közülük barátaim, másokkal együtt jártam iskolába. Mi sem lehetne könnyebb, mint az, hogy az ember a jó barátainak boldog születésnapot kíván. És utána egy lépést hátrébb léptem, és elgondolkoztam azon, hogy mi mindent mondtak nekem a kolozsvári magyar televízióról, a kolozsvári televízió magyar adásáról, mindazok, akikkel különböző körülmények között megismerkedtem, találkoztam.
És azt kell mondanom, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb egy televízió számára, hogy önök, ti beköltöztetek az Erdély Magyar Emberek Házába. Annyiszor, de annyiszor hallottam, ez így van, mert ezt mondták a kolozsvári televízió magyar adásában. Vagy én magát ismerem, és én személyesen elgondolkoztam, hogy Jézus, soha életemben nem voltam még ezen a településen, de igen, láttam magát a televízióban. Tehát azt kell mondanom, hogy a kolozsvári televízió magyar adása az tulajdonképpen sokszor hálátlan, sokszor, vagy általában meg nem fizetett, de olyan nagyon fontos közszolgálati munkát végez, amelyért az összes virtuális és nem virtuális kalapunkat meg kell emelnünk. Nagyon nehéz helyzetben vannak, mi megszületésüktől kezdve igyekszünk őket támogatni, de most azt hiszem, hogy sok-sok jó gondolat, sok-sok drukkolás kell ahhoz, hogy a televízió általában és a magyar szerkesztőség túl legyen ezeken a nehéz perceken. Én csak azt tudom megígérni a Románia Magyar Demokrata Szövetség nevében, hogy úgy, ahogy eddig is, ezután is minden erőnkkel támogatni fogjuk az erőfeszítéseiket, hisz azt kell mondanom, hogy a céljaink közösek. Ők is azért dolgoznak, amiért mi. Hogy Erdélyben egy életerős, fejlődő magyar közösség legyen, aki hála az önök munkájának is, otthon érzi magát Erdélyben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És most a köszöntő beszédeket követően kezdődjék a gálaműsor. Az Ördög térdje néptánc együttes 1999-ben alakult, Kolozsváron tanuló magyar diákokból. Azóta is minden évben folyamatosan megújul a csapat. Vannak állandó tagok, és vannak már tiszteletbeli ördög térdjések is. Az Ördög térdje egyébként egyike tájaink hagyományos tojásírási motívumainak, felkelő nap a megújulás szimbóluma. Az Ördög térdje néptánc együttes művészeti vezetői Bot József, állandó segítője pedig Bot Zsuzsa. Mindketten a népművészet ifjú mestere díjjal kitüntetett táncosok. Ma este kétszer, két különböző koreográfiával lépnek fel.
Bartók Béla hegedű duói a zeneszerző egész népzenei világába engednek betekintést, hiszen a művek megkomponálásában magyar és román, szlovák, szerb, rutén, sőt egy arab népdal is ihlette Bartókot. Márkos Albert és Béres Melinda szólaltatják meg hegedűn világhírű zeneszerzőnk duóit, és rendhagyó módon azoknak forrásául szolgáló népdalokat is meghallgathatják Bárdos Réka előadásában. Nincs ki leszakítsa, szakíts le te Julcsa, kössed bukrítába tedd a kis angyalót pörgek alapjára. Nem ám az a rúzsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rúzsa, ki egymást szereti. Nem szeretlek másért, két piros orcadért, szemed járásáért, szád mosolygásáért. Thank you.
hajda lerúj, lerújdom. Num jatrakut, kum szatriaka, num jatrakut, kum szatriaka, hajda lerúj, lerújdom. Vnatorus osculatu, vnatorus osculatu, pușca mână șoluatu, hoida lărui, lărui dom. După cerbo alergatu, după cerbo alergatu, sus în munte l-o aflatu, hoida lărui, lărui dom. Stai fârtat, nu m-am pușca, stai furtat, nu m-am pușca, nu-mi lusea mie viața, hoi da lărui, lărui dom. Că nu-s fiara fiarelor, că nu-s fiara fiarelor, ci-s vătaful oilor, hoi da lărui, lărui dom. Nem láttam, mint ílbe fecskét, most öltem meg egy pár csirkét. Ettem annak zúzát, máját, csókolom a rózsám száját. Ha ifjúság szép ifjúság, az ifjúság nem bolondság. Ki nem tudja fölhasználni, késő lesz azt vénem bánni. Haj csillagom gyócsingesen, pillancs reám szerelmesen. Ne fordulj el, ha megfoglak, ne pirulj, ha megcsókollak. Ne fordulj el, ha megfoglak, ne pirulj, ha megcsókollak. Thank you.
Most pedig ismét az Ördög térje néptánc együttes következik. Inaktelki táncokat adnak elő, koreográfus Miklós Sándor. Az előadás utáni szünetet követően a Kolozsvári Televízióról készült rövid összeállítás vetítésével folytatjuk. Ezt követi majd az est fénypontja. Visszavárjuk Önöket. Thank you.
napot kívánok, kedves nézőink! Én boldog új éve! Legfontosabb hírem, amit már bizonyára önök is tudnak, de még egyszer mondom, győzött a forradalom. 1989. decemberében győzött azoknak az embereknek az akarata is, akik a rádióstúdió újraindítása mellett egy tévéstúdió létrehozására szánták el magukat Erdélyben, Kolozsváron. Nem volt sok pénz, paripa, fegyver, de volt közös cél, volt tetrekészség, és voltak támogató barátok. Elszánt emberek önkéntes munkája és kölcsönzött eszközök használata tette lehetővé, hogy 1990. január 3-án már megszólíthassa nézőit a kolozsvári televízió. Emlékeznek, hogy volt egyszer egy magyar adás a tévében, ám 5 évvel ezelőtt a zsarnok keze letörölt bennünket a képernyőről. De most újra van, és ezután lesz. Véleményalakítás és tájékoztatás, hagyományápolás, kultúra és értékmentés, közösségszolgálat. Erre buzdította az újonnan alapított Magyar Szerkesztőség munkatársait az első főszerkesztő Csép Sándor. Arra bíztatta az újságírással és tévézéssel gyakorlatban ismerkedő szerkesztőket, riportereket, hogy merjenek új utakat találni a nézők megszólítására. Legyenek úttörők, de mindig a valós értékek mentén tapossák az ösvényt. Az egykori tanítás máig érvényes maradt, csak a lehetőségek, a keretek változtak folyamatosan az évek során. Én úgy emlékszem, hogy a közszolgálatiság az valami ilyen nagyon lelkes dolog volt. Tehát bennem az volt akkor, hogy mindent a magyarságért, mert hogy addig nem nagyon gondolkodtam ilyenekben, és akkor olyan jó érzés volt, hogy na most áldozatot kell hozni. Nem mondom, hogy ez alább hagyott, de akkor egy olyan elkábulva, vagy úgy merészen, vagy mindent feladva, ha kell még a családot is, hogy ezt most én vagyok az élharcos, és ezt most kell csinálni. Akkor ijedtem meg igazán, amikor belegondoltam, hogy akkor lehet, hogy 100, 1000 vagy 10 000 ember hallgat, néz, és hogy mekkora a felelősség, az az igazság, hogy óriási felelősség is. Akkor kezdtem aztán, hát amolyan önkontrollszerűen egyre többet tájékozódni, újságokat olvasni, minél több hírforrást megkeresni, hogyha már észosztó lettem, akkor tényleg legyen felelősségteljes ez a tevékenységem. A hangulat nagyon jó volt, nagyon nagy munka folyt, nagyon lelkes csapat verődött össze itt a stúdióban, és mindenki mindent megtett, a saját eszközeit, saját erejét és lendületét felhasználva azért, hogy elkészülhessenek a műsorok, mert hogy technikailag szinte sehol nem állt az újonnan alakult stúdió. Úgyhogy ebben az volt az értékes és a szép, hogy az emberek adták önmagukat és minden lehetőségüket, minden eszközüket azért, hogy elkészülhessenek az adások. Nagyon sokat számított a fordítás. Számított, mert egy olyan időszakban voltunk, amikor kicsit furcsálták, hogy na most magyar műsor, és hogy vajon mit akarnak azok a magyarok. De másképpen azért is számított, mert nem, hogy mit akarnak azok a magyar ellenségek, hanem mi szeretünk volna nyitni a többség felé, hogy értse meg, hogy miről van szó. És ezért nagyon-nagyon fontos volt, hogy mit fordítunk, hogy milyen román nyelven fordítjuk azt, hogy legyen, tükröződjen minden, amit a szerkesztő el akart mondani, abba a stílusba, amelyikbe el akarta mondani. Kezdetben a kolozsvári televízió magyar adása fél órástól egy órásig terjedő műsorokkal jelentkezett. Heti 2-3 alkalommal került szórásra, különböző napok, különböző óráiban, előbb a közszolgálati televízió 1-es, később a 2-es csatornáján. Az évek alatt folyamatosan változott a műsorok időtartama, a sugárzás időpontja, de a nézők nem hagyták cserben a magyar adást. A függőnek minden alkalommal fel kell mennie, a rádióadásnak, a tévéadásnak mindig, amikor ott az ideje, el kell kezdődnie. A szerkesztőség gyarapodott, a lendület növekedett, a műsorok egyre változatosabb műfajkínálattal jelentkeztek. Ez egy építmény, és mindegyik műsor egy tégla,
ebben az építményben, és bár voltak sikeresebbek, vagy hosszabb életűek, lehet voltak olyanok is, amelyek csak a kötőanyagot képezték a téglák között. Szerintem erre a 25 évre így kell gondolnunk, mint egy építményre, amely elkezdődött valahonnan, és most tartunk valahol, és reméljük, hogy ezt tudjuk bővíteni és szépíteni a továbbiakban is. Mindenképpen a hiteles információ és manipulálásmentes műsor. Ez volt szerintem, és mai napig is ez a feladatunk. Becsületesen, hitelesen közöljünk, olyan dolgokat közöljünk, és úgy, hogy magunk előtt, gyermekeink, unokáink előtt ezért sose szégyenkezünk. Hitvallásként azt mondanám, hogy aki ide kerül, az tisztában kell legyen azzal, hogy ez egy kisebbségi műsor. És aki azt hiszi, hogy a Román Közszolgálati Televízió kisebbségi műsorának szerkesztőjeként fényes tévés karriert futhat be, vagy szép nagy gázsira tarthat számot, akkor eltévesztette a házszámot. Nem. Nekünk itt küldetésünk van. Küldetést kell teljesítenünk. És aki nem ezzel a tudattal végzi itt a munkáját, az mondom eltévedt. Ha nem is minden nap, majdnem minden héten tanulok valami újat. Azáltal, hogy én lefordítom a szerkesztők által készített anyagokat, majdnem mindig tudom, hogy mi történik a kolozsvári magyarság életének különböző területein, s olykor nem csak a kolozsváriéban. Mivel a riportjaink feliratozva kerülnek adásba, így a román néző is tudja, megérti, hogy miről is szólt az a rendezvény, ki tulajdonképpen az a személyiség, akiről szól az a bizonyos portréfilm, és így tovább, ami úgy gondolom, hogy egy pluszpont mind a két közösség életében. 2009-ben a Román Televízió területi stúdióinak saját csatornát biztosítottak. Ezáltal a kolozsvári magyaradás műsorai is közelebb kerülhettek a célközönséghez, az erdélyi nézőkhöz. Markánsabb formát ölthetett az erdélyi magyar közösség szolgálata mellett a románság és a többi kisebbség megszólítása is. Ez az időszak lett az élőadásban sugárzott magyar nyelvű műsorok, az állandósult adásidők és a tudósítói hálózat kiépítésének periódusa. A kolozsvári televízió professzionalizálódott és valós közösségi beágyazottsággal bíró referenciális intézménnyé vált. Kedvenc témám a szórvány volt. Hát, ha kedvenc témának lehet mondani a nehéz témákat. Az izgalom még mindig bennem van, amikor egy-egy szorvány településen átfut velem az autó, ugye, mint az Eddában, vagy mint ahogy a P-mobilba fut, ugye Miskolc fele az autó, és az az alapizgalom, amikor kiszállok a faluba, és megkérdezem, hogy ne haragudjanak, vagy muhaszuparác, hol lakik X, hol lakik Y, és el kell kezdeni egy riportot a semmiből. A járvány Erdély földjét gyakorlatilag az volt az a műsor, ami összehozott engem a kollégákkal. Hiszen a legelején az úgy működött, hogy minden szerkesztő készített nyaranta egy-két ilyen barangolós műsort. Ennek én voltam 2003-tól a műsorvezetője. Ergo nyaranta kirándultam, a szerkesztőtársak szerkesztették, úgyhogy az én feladatom csak a bemondás műsorvezetés volt. Nagyon sokat tanultam a kollégáktól, ezt hozzá kell tennem. Úgyhogy gyakorlatilag engem ez a műsor forma, és azóta is szívügyem. Hogy mi a fontos? Minél egyszerűbben, minél tisztábban, és minél szebben megmutatni a dolgokat. Tehát semmiképpen nem elvinni kereskedelmi bohóckodás fele, hagyni beszélni az embereket, hagyni megnyilvánulni, és nem össze-vissza vagdosni valamit a szenzáció kedvéért. Tehát ez az elsődleges. 2001-ben jöttem ide adástitkárként, akkor még nem volt egy konkrét munkaköröm, hanem én kellett kitaláljam gyakorlatilag, hogy mit kell tennem, mire van szükség itt a szerkesztőségben. Aztán szép lassan körvonalazódott az én munkám, ami az évek során változott a technika fejlődésével.
Én azért szeretem itt ezt a munkát, mert valamilyen szinten egy önálló munka. Tehát én tartom a kapcsolatokat a kollégákkal, és én találom ki a megoldásokat, és ez egy jó, mert így önállóan be tudom osztani az időmet, a munkát. A 2010-es év korszakváltást hozott a kolozsvári magyar adás történetében. Ekkortól váltak mindennapossá a magyar nyelvű műsorok. Az Erdélyi Figyelő hétfőtől szombatig napi rendszerességgel ugyanabban az órában jelentkezett tematikus tartalmakkal. Országos szórásban a Román Televízió 3-as csatornája sugározta az adások egy részét. Tartsanak velünk, figyeljenek ránk! Mai adásunkban három művészetnek a múzsáját idézzük meg. Maradjanak velünk, azonnal jönnek a részletek. A szerkesztő kollégám Szabó Csaba nevében is köszönöm figyelmüket. Önöknek egy nagyon kellemes hétvégét. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Azt szokták mondani, hogy muszáj haladjunk a korral mi is. Eléggé sok kihívás volt az elmúlt 10 évben, és továbbra is megvan. Tehát az is egy kihívás, hogy azokat az embereket, akik nem rendelkeznek technikai tudással, felkészíteni arra, hogy körülbelül a mai technika, a mai technológia mit biztosít számukra, és ezt ők hogy tudják értékesíteni, és hogy tudják felhasználni a műsorszerkesztésben, a filmek forgatásában, terepen, és így tovább. Én azt gondolom, hogy a közszolgálati tévének valahol itt van a szerepe, hogy elvigyük az embereknek mindazt a csöpnyi kultúrát, ami bizonyos szerepet játszhasson később az életükben. Az emberek nem feltétlenül szakítanak maguknak időt arra, hogy elmenjenek, hogy megnézzék, hogy meghallgassák, hogy elolvassák, hogy közük legyen hozzá, de hogyha mi így elvisszük hozzájuk, akkor mégiscsak alkotnak egy képet maguknak arról, hogy mi is történik körülöttük kultúrtéren, közéleti téren, sportéletben és a többi. A szerkesztőség fiatal munkatársakkal igyekszik bővíteni közösségét. Azt hiszem első nap, ahogy megjöttem, már ki is küldtek terepre. Emlékszem, hogy Mérába kellett a tehenes gazdák nem kapták meg az állami támogatást, és erről kellett egy hírt csináljak. Életemben nem csináltam még híreket, nem csináltam semmilyen tévés anyagot, kicsi filmeket, eszéfilmeket magamnak az egyetemen, és akkor úgy ad-hoc neki fogtam, hogy szerintem így kéne kinézzen egy hír. Bíztak abban, hogy valami jót csinálok, persze még átnézték, sok idő után is még mindig ránéztek a szövegeimre, hogyan írom meg. Bele kellett jöjjön az ember egy nyelvezet kialakuljon, egy stílus kialakuljon. És aztán azt hiszem, hogy egészen jól megtaláltam magam itt ebben a közösségben. 25 éves magyar adást ünnepeljük, én csak majd jövő évben töltöm a 25 évemet. Épp ezért nem is tudnék olyan nagy dolgot, nem akarnék igazából olyan nagy monumentális dolgot mondani róla, mert azt hiszem, hogy az én számból ez nem hiteles. Úgy gondolom, hogy a kolozsvári magyar adás minden réteghez, minden társadalmi réteghez és minden korosztályhoz szól. De ahhoz, hogy jobban meg tudjuk szólítani a fiatalságot, kicsit lazább szerkezetű műsorokra van szükség. Nagyon óvatosan nyilván, hogy nem menjünk át kereskedelmibe, hanem maradjon meg ennek a közszolgálati értéke. 25 éves a kolozsvári magyar adás. Szeretettel és hittel neveltük, alázattal ajánlottuk és ajánljuk műsorainkat a továbbiakban is önöknek, közösségünknek. A kolozsvári magyar adás mindannyiunké.